Profétálás lesz a téma, és szeretnénk először ugye megnézni, hogy mi az, hogy profétálás a Bibliában, azt is szeretnénk megnézni, hogy mi az, hogy proféta, választ keresünk arra, hogy mi a különbség az újszövetségi profétálás és az ószövetségi profétálás, illetve az ószövetségi proféta és az újszövetségi proféta között, illetve, hogy ránk nézve, a mi életünkre nézve a profétálás mit jelent, és hogy Isten akarja, hogy profétáljunk, mindenkivel kapcsolatban akarja-e, hogy ezt a dolgot tegyük, csináljuk, és hogyha igen, akkor ezt hogyan kezdhetjük el, vagy hogyan tudunk ebben növekedni, hogyha már elkezdtük. Ez egy nagyon érdekes, izgalmas, azt is el kell mondjam, hogy nagyon vitatott téma is. Újból ugye van egy egész profétai mozgalom, ami különböző hullámokban működik az egyházban, és ez is nagyon sok vitát kavar, nagyon sok vitát generál. Azt az igét választottam a mai este mottójául, ami a Tesszalonika levél végéről való, hogy a profétálást megnevessétek. És azért választottam ezt az igét, mert nem az a cél, hogy a rossz gyakorlatot kritizáljuk ma este, bár nyilván kénytelenek vagyunk azért ide-oda elhelyezni egy-két jelzőtáblát, hanem az a cél, hogy megértsük, hogy mi az Istennek a terve, a szándéka, az akarata, és hogy hogyan akarja Isten, hogy mi ezen a pályán, ezen a terepen mozogjunk. Kértem három testvért, hogy ők a személyes bizonyságot osszák meg, akik ezen a területen már komoly lépéseket tettek, és tőlük azt várjuk elsősorban, hogy azt mondják el nekünk, hogy ők a hívő életükben, akár a dicséretben, akár a bizonyságtevésben, akár bármely más szituációban, hogyan élték már át azt, hogy Isten ezzel az ajándékkal működött az életükbe, illetve, hogy milyen tapasztalatuk van, akár azt is, hogy milyen kihívással vagy kérdésekkel küszködnek. Azt is szeretném elmondani, hogy a profétálás egy nagyon személyes dolog, és éppen ezért, mikor beszélünk ezekről a kérdésekről, személyes dolgokat kell érintenünk nagyon sokszor, és ezért nem is könnyű erről beszélni, és nem is egy könnyű téma, hiszen aki profétál, az kiadja saját magát, megnyitja saját magát, és érzékenyé és sérülékenyé válik. Tehát azért nagyon fontos, hogy oda-vissza, aki profétál, és betartsa a szabályokat, aki a profétálást hallgatja, vagy ebben a közegben van, az is tudja, hogy ilyenkor a másik ember egy rendkívül érzékeny állapotban van, és ilyen módon bánjon vele. Na jó, hát ez a terv, aztán ember tervez, Isten végez, meglátjuk, hogy mi a helyzet. Szóval, mit értünk profétálás alatt? Itt a hátam mögött látjátok kivetítve, hogy én megpróbáltam 6 pontban felsorolni, hogy amikor a Bibliában ezzel a kifejezéssel, hogy profétálni vagy profétálást találkozunk, akkor mit is értünk alatta. Azt is látjátok, hogy 2 nagy csoportba csoportosítottam őket, nem véletlenül, ugyanis a profétálás alatt alapvetően 2 dolgot értünk. Az egyik dolog az, ami az ismeretnek a kategóriája, ez természetfölötti kijelentés, valamilyen természetfölötti belátás, egy olyan dolog, amit nem nagyon lehet tanulni, ha Isten adja, akkor van, ha Isten nem adja, akkor nincs. A másik része viszont a szólással kapcsolatos, és azért írtam ide egyik példának, majd eljutunk oda, a Bálám szamarát, mert azt tudjuk, hogy a Bálám szamara se proféta nem volt, se teológiai ismeretekkel nem rendelkezett, sem más egyéb irányú diplomája nem volt, hanem egyszerűen csak a nyelvét, a száját használta az Isten, a beszédét használta az Isten. Tehát az egyik az, amikor Istentől kapunk egy kijelentést, mert Isten ad nekünk valami ilyet, ez az egyik kategória. A másik kategória, amikor csak a szánkat és a nyelvünket veszi a mindenható igénybe, és csak szólunk. Tehát az egyik fajta profétálás szólásról szól, nyelvajándékról szól, a másik fajta profétálás pedig kijelentésről, valami fajta természet fölötti, az Istentől kapott természet fölötti ismeretről, tudományról, bölcsességről, belátásról szól. A kettő között az alapvető különbség az az, hogy ahhoz, hogy Isten a nyelvedet használja, sokkal csak az kell, hogy te átad magad ennek igazán, sem képzettségre, se előképzettségre, se semmi másra nagyon nincs szükség. Lásd, Bálám szamarának is ment. Az ismeret azonban egészen más, ugyanis amikor szólsz, akkor, ahogy pünköskor is olvassuk, azt mondod ki, amit a szellem ad szólni. A szellem adja a szavakat, és te mondod ki őket. Ez a szólás ajándékának a lényege, mondom, ez egy szamárnak is megy.
Az ismeretnél azonban más a helyzet, az ismeretnél belül megszületik benned az igazsággal kapcsolatos ismeret. Megismered az igazságot, akár a jelenre vonatkozik, akár a szellemi dolgokra vonatkozik, akár a fizikai valóságra vonatkozik, akár a jövő dolgaira vonatkozik. Az igazságnak az ismerete belül valahogy megvilágít téged, ennek is van több módja, és a belül ezt a meglátott, megélt, felismert igazságot már te fejezed ki. Tehát, hogy ez hogy jön ki belőled, az már múlik azon, hogy te ki vagy, milyen képzett vagy, milyen személyiségű ember vagy, hogyan, milyen habitusú ember vagy, és olyan módon fog kijönni belőled. Tipikusan, ha értelmibe látó vagy, akkor képekben és gondolatokban fogod ezt látni, és fogod megfogalmazni. Ha inkább intuitív ember vagy, akkor pedig inkább érzelmi alapon más módon fogsz hozzá viszonyulni, és úgy is fogod kifejezni. Jó. Nézzük meg akkor egyesével, ugye maga a szó azt jelenti, hogy szót emelni valakiért, vagy valamiért, tehát a prófétát egyszerűen hívhatjuk úgy is, hogy szószóló, valaminek a szószólója. Ugye nem csak Istennek voltak prófétái, hanem például voltak a Baálnak is prófétái, meg az Astarótnak is prófétái, mert mit jelent ez? Ezek az emberek a Baálért és az Astarótért emeltek szót, az ő nevében adtak kinyilatkoztatásokat, az ő igazságait, idézőjelbe vett igazságait, a bálványok igazságait hirdették, és így tovább, vagy szószólói voltak valami fajta vallásnak, valami fajta Istenségnek. Tehát a próféta általános, vagy a prófétálás, vagy a próféta általános értelemben ezt jelenti, és nyilván amikor valaki prófétál, ez azt jelenti, hogy szót emel valakiért, vagy valamiért. A bibliai próféta természetesen az örökké valóért emel szót, az örökké való nevében szól, és az örökké való igazságát hirdeti. A magasabb szintű dolog az ismeret kategóriájába például ugye beletartozik a jövendőlés. Általában, amikor a világi értelemben prófétát mondanak, vagy köztünk is, amikor azt mondja, hogy próféta van közöttünk, akkor nem a Bálám szamarára gondolunk elsősorban, valakire, aki képes a jövőbe látni, és képes a jövőre vonatkozó dolgokat megmondani az embereknek. Tehát a jövendőlés tulajdonképpen a leggyakrabban emlegetett dolog a prófétálással kapcsolatban, és azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ezzel együtt a jövendőlés, a jövőbe látás, vagy a jövő tényeinek az előre megmondása, ez csak egy része a prófétálásnak, nem maga az egész, nem maga a teljesség. Bár mindenki ugye ezt szeretné leginkább, és erre törekszik, hát nem is sok nélkül. Ugye két példát hoztam, az egyik Mózes éneke. Mózes mielőtt meghal, egy énekben elmondja Izraelnek az egész történelmét, és elmondja az egész jövőt. Beszél arról is, hogy Izrael el fog fordulni Istentől, hogy fogságba kerül, milyen nehézségeken megy keresztül, de azt is elmondja, hogy de majd az Úr őt összegyűjti még az ég széléről is, és helyreállítja, és Izrael végül virágozni fog az örökké való akaratából. Talán még ismertebb Jézusnak az Olajfák hegyén elmondott beszéde, mikor ugye megdöbbentette a tanítványait, hogy leromboltatik a templom, akkor az Olajfák hegyén a tanítványok megkérdezték, hogy mi lesz az ő eljövetelének a jele, mi lesz a templom lerombolásának a jele, mi lesz a jele a korszakváltásnak, vagy az idők végének, ugye világ végét szoktak mondani, de hát mi tudjuk, hogy korszakváltásról beszél az írás, nem pedig a világ végéről jelen esetben. És Jézus válaszol, elmondja, hogy mi lesznek a jelek, és aztán utána a jövőre vonatkozó dolgokat mond, hogy hogy fog visszatérni, hogy minden szem meg fogja látni őt, hogy feltűnik az ember fiának a jele az égen, és így tovább, és így tovább. Tehát egy sor dolgot pontosan előre megmond, amelyik még előttünk vannak, még nem következtek be, hanem a jövőre vonatkoznak. Ez tehát a legismertebb fajtája a prófétálásnak. A második része, hogy belelátni a szellemi történésekbe, belelátni a szellemvilágba. Talán a legismertebb ilyen példa Mikeás prófétához kötődik, hogy amikor Istennek már elege lett Akhábból és Jézabelből, akkor felkínált egy jó lehetőséget Akhábnak, hogy egy nagyon fontos várost, ami egy fontos kereskedelmi utat ellenőrzött, visszaszerezzen saját magának, és megkérdezte a prófétákat is, hogy elmenjen ebbe a csatába, és mindenki egyöntetően azt mondta, hogy menj. Elhívták Mikeást is, akit a király különösebben nem kedvelt, mert Akhábnak nem mondott túl szépeket az úr nevében, hanem csak csúnyákat, de elhívták ugye ezt az embert is, és ő is először azt mondja, hogy eridj el. Utána, amikor megfenyegetik, hogy de a teljes igazságot is mondd el, mert ugye a részigazságot elmondta, akkor Mikeás azt mondja, hogy láttam, mielőtt ez a gyűlés lett volna, a mennyei parlamentet összeülni, és Isten
megkérdezte az őt körülvevő szellemi lényeket, hogy hogyan legyen Akhábnak vége. És végül egy hazug szellem állt elő, és azt mondta, hogy elmegyek, és mikor Akhábnak prófétálnak a proféták, én szállok rájuk, és hazugságot fogok jövendölni. Na, szegény Mikás ugye megkapta az első pofont, erre nézve a többi prófétától, hogy hát mi van, hát csak neked jelenti ki az Úr magát, nekem meg nem jelenti ki az Úr, hogy van ez a dolog. De tudjuk, hogy neki lett igaza, mert mi történt? Az igazság szelleme megnyitotta Mikeásnak a szellemi valóságra a szemeit, és amit ő látott, az előre beavatta őt az Isten abba, amit cselekedni készül. Ez tehát az, amikor belelátunk a szellem valóságába. Van egy másik fajtája ennek a kijelentésnek, az, amikor egyszerűen értelmezni kell egy helyzetet. Ugye talán a legismertebb, a leghíresebb ilyen dolog a pünkösdi események. Gondoljatok bele, hogy ottan ugye tűzben égnek a tanítványok, a tűzből szólják az Isten beszédét az összegyűlt embereknek, a legkülönfélébb nyelvein a világnak, és akkor elhangzik ez a kaján mondat, kérdezgetik az ember, mi akar ez lenni? Tehát értelmezni kellene, hogy mi történik. És a kaján emberek azt mondják, hogy jól berúgtak, és Péter előáll, és azt mondja, nem, hanem ez az, amit Isten Joel próféta száján keresztül megmondott. Tehát Péter az igazság szelleme által és a kijelentés által belelátott abba, hogy Isten tervének mely részlete valósul meg. Mi az az ige, ami beteljesedik éppen. És meglátta azt, hogy ez Joelnek az igéi, amik arról szólnak, hogy mielőtt az Úr napja eljönne, mielőtt az Úr rettenetesebb művelne a földön és az égen, előtte lesz egy korszak, amikor az ő szellemét kiárasztja minden testre, fiaitok és leányaitok prófétálnak, véneitek álmokat látnak, minden test számára, minden egyes ember számára, legyen a szabad vagy rabszolga, fiatal vagy idős, Isten a szellemnek az ajándékait és a szellemmel való közösséget, vagyis az ővele való legszorosabb létező, legszorosabb közösséget felajánlja. És ez a pünkösdnek, az új szövetségnek a legcsodálatosabb és a legnagyszerűbb dolga, hogy Isten a tulajdon szellemét hozzáférhetővé teszi a számunkra. Vagyis a szentek szentjébe, a legintimebb helyre, a legelrejtett, Istenben legelrejtettebb helyre, amiben az angyalok is csak vágyakoznak betekinteni, beenged bennünket az Isten, és az ő szívének a mélységes titkait is a szellem által mi fürkészhetjük. Lehet, hogy ez közhelyesen hangzik sokaknak, de ez egy olyan igazság, hogy valószínűleg majd csak akkor jövünk rá, ha az Úr nem segít addig meg bennünket, de akkor jövünk rá majd a mennyben, amikor ennek a teljessége kialakul, hogy micsoda nagy méltóságra méltatott bennünket az Isten, hogy az ő szíve közepébe beengedett bennünket. És ezért mondja az írás, hogy minden káromlás megbocsájtatik, de aki a Szent Lélek ellen vétkezik, ezt a dolgot sérti meg, az annak vége van, tehát arra nincs bocsánat. Mert ez ugyanaz, mikor egy ember, egy nagy ember, egy hatalmas ember, aki eltaposhatna, aki mit tudom én, mit csinálhatna veled, beenged téged a legintimebb titkaiba, a legintimebb szférájába, és te ezzel visszaélsz. Hogy érezzük ennek a dolognak a súlyát. De érezzük ennek a dolognak a nagyszerűségét is. Hogy milyen nagy dolgot tett velünk az Isten. Hozzáférhető Istennek minden titka a számunkra. Oké. Ez tehát az ismeret része, és ez tehát úgy jön ki, hogy mikor ez az ismeret megvan, akkor ezt te a saját szíveden, személyiségeden, gondolatodon, ha úgy tetszik, kultúrádon átszűrve osztod meg a másikkal. Ez legtöbbször úgy van, hogy az ember ezt egy szempillantás alatt megkapja, és órákig kell róla beszélni. Ugye úgy szoktuk mondani, hogy olyan, mint a sötétségben a száraz villám, hogy pillanatra megvilágítja a tájat, és ez annyira gazdag, annyira tömény, hogy a szavakba kell önteni, akkor az igen sokáig tart. Maga a kijelentés nagyon gyorsan jön, egy szempillantás alatt megtörténik, de beszélni róla, elmondani nagyon sokáig tarthat. A másik nagyon egyszerű, szólni kell. Ugye Bálám Szamaláról megemlékeztünk, ihletetten szólni, ihletetten beszélni. Aztán a másik ilyen formája, amit úgy írtam ide, hogy költőjen szólni, ugye a zsoltárok tipikusan ilyenek. Amikor az ember kifejezi az érzelmeit Isten felé. Az ember egy csodálatos lény, minden ember egy művész.
tulajdonképpen Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy mi magunk is kreatív lények legyünk. Valakiben megveszett az a művész, valakiben elveszett, valakiben kibontakozik, de valami ez, az embernek van egy fantasztikus képessége, hogy a gondolatait, az érzéseit, az életét, az életének a dolgait, a vágyait, a nem tudom én, mindent, ami benne zajlik, ami láthatatlanul belül zajlik, ki tudjon fejezni, és a művészet erre szolgál, ez a művészetnek az eszköze, ahogy az ember kifejezi magát, és nem véletlen, hogy a kultuszból kultúra lesz, az a világkép, az a filozófia, az a világnézet, az mindaz, ami benned van, és ami egyébként nem volna hozzáférhető, azon keresztül, ahogy ezt te kifejezed, és minden művészibben fejezed ki, minden szebben, benne a művészetben benne van a szépség, benne van az, hogy hozzáférhető a másik ember számára. Ugye azt szoktuk mondani, hogy minden művész valahol proféta, mert a láthatatlan teszi láthatóvá, megfoghatatlan teszi megfoghatóvá, kifejezhetetlen teszi kifejezhetővé, ez a művészetnek a lényege, és ez az embernek az Isten képűségéből, a kreativitásából fakadó fantasztikus csoda. Tehát ez egy óriási dolog, hogy kultúrát vagyunk képesek létrehozni, mert az ember művész. Senélkül semmi. És ez a mennyben is így lesz. Oké. Ugye Isten akaratát és igazságát hirdetni, ez is a prófétálásnak egy fajtája, ezt talán kevésbé ismert, vagy kevésbé tekintjük prófétálásnak, ezért felírtam a két Zakariásnak a történetét, a 2 királyok 20-ban és a 24-ben. Az egyik Zakariás Jósafát király idejében élt, és ezt a királyt megtámadták a keleti szomszédai, összefogtak ellene, és úgy nézett ki, hogy sokkal erősebbek nála, és Jósafát király felment a néppel együtt a templomba, és kiáltottak Istenhez segítségét. És akkor felállt ez a Zakariás nevű ember, nem mondta, hogy így szól az Úr, meg azt mondja az Úr, meg semmi ilyet nem mondott, egyszerűen csak ott tartott egy beszédet. És amikor ezt a beszédet megtartotta, akkor az emberek szíve megtelt hittel, és eldöntötték, hogy így fognak tenni, ahogy ez az ember mondta. Tehát tulajdonképpen ez egyfajta szónoki képesség, de nem a retorikának, a szép kifejezéseknek a képessége, hanem annak a képessége, hogy az ember a valóságot, az igazságot úgy meg tudja ragadni, és úgy tovább tudja adni az embereknek, hogy azok felbuzdulnak, és elkezdenek cselekedni ennek a dolognak az alapján. A másik Zakariás az ellenkező példa. Ott ugye Joás királyról van szó, aki Atáliának volt az unokája, és Atália megölette minden unokáját, csak ő maradt meg, és amíg a Jójada pap keze alatt szolgált, addig úgy helyek közel jól mentek a dolgok, de Jójada pap meghalt, és utána Joás elvitte a népet a bálvány imádásba, és maga is letért az Úrnak az útjáról, és akkor Jójadának a fia, Zakariás nevű pap, felállt a templomban, és megintette a királyt, és megintette a népet, hogy térjenek vissza az Úrhoz. Ott sem volt, azt mondja az Úr, meg így az Úr, meg úgy az Úr, hanem egyszerűen tartott egy beszédet. És azt mondta, emberek, térjetek meg az Úrhoz, mert amit csináltok, az bűn, az Istennek a szemében rossz az, amit tesztek, térjetek vissza a Dávidnak a hitéhez, Ábrahámnak a hitéhez, ez a helyes út, ez a jó dolog. Erre a szegény Zakariásra, a Berekiás fiára nem hallgattak, és megölték, megkövezték, és megölték a király parancsára. És őról a beszél Jézus, mikor azt mondja, hogy ezen a nemzetségen minden ártatlan vérszámon fognak kérni, egészen, hogy a Zakariásnak, a Jójadának, vagy Berekiásnak is hívják, fiának a véréig, aki elveszett az oltár és a tornác között, hát ugye az oszlopcsarnak között nem volt ott tornác, mert nem az Alföldön vagyunk. Jó. Nagyon tanulságos a két történet. Kérlek benneteket, olvassátok el, 2 királyok 20 és 24-ben olvashatók. Zakariás, mind a kettő. De amit szeretnék mondani, hogy ezek az emberek nem álltak ki, hogy azt mondja az Úr, meg nem az Úr nevében szólt, egyszerűen tartottak egy speech-et, beszéltek az ott levő emberekhez, de az igazságnak az erejével tették ezt. És tulajdonképpen a politikai gyűléseken is, amikor az emberek kiállnak és mondanak egy beszédet, ugye most ünnepelték, hogy Martin Luther King kiállt és elmondta a híres beszédét arról, hogy van egy álmom. De ennek a beszédnek olyan ereje van, hogy a mai napig is mintaként és tanulságképpen szolgál. És ez az ember ott profétált.
mondott valamit, ami az Istennek az akarata volt, az igazsága volt, és egy egész nemzet, vagy a nemzetnek egy jelentős része küzdött és harcolt ez ellen, de nem állhatott neki ellen. Amerika képét átformálta ez az ember alapvetően az igazságnak az erejében. Nem volt neki se hadserege, semmi, csak az igazság volt, és gyötrelmes volt, küzdelmes volt, nagyon sok áldozattal járt, nagyon sok szenvedéssel, nehézséggel, őt magát ugye le is lőtték, merénylet áldozata lett, de tudott ott valamit mondani. Ugyanígy lehet hamis profétálni is, egy politikai gyűlésen ki lehet állni, és az embereket el lehet vinni a bozótosba is ugyanezzel a módszerrel, ha nem az igazságot szóljuk neki, hanem a hamisságot. De ugye mi a pozitív dolgokat szeretjük. Tehát van ilyen, van egyébként egy lakógyűlésen is lehet ilyen, egy családban is lehet ilyen, amikor ott ül mindenki, és akkor el vannak szontyolodva, vagy lenyomják őket a nehézségek, mindenki el van keseredve, stb. És egyszer csak valakiben felbuzdul az igazság, és feláll, és azt mondja, hát emberek, ez nem így tovább. És ezek azok a pillanatok, amikor nem mondjuk, hogy azt mondja az Úr, nem, egyszerűen csak kifejezzük az igazságot, kimondjuk az igazságot, és ennek az igazságnak az ereje ott az adott szituációban cselekvésre készteti a hallgatóságot, elfogadják ezt a dolgot, és utána ez alapján teszik a dolgokat, és cselekeztek. És így is történt, ugye Jósafátnál kimentek, előreállították a dicséretben szolgálókat golyófogónak, és az Úr nagy győzelmet szerzett nekik, még azt is megmondta ebbe a beszédbe az Zakariás, hogy ne egyenesen menjenek a csatában, menjenek fel egy magaslatra, onnan jól látnak mindent, és ott azon a magaslaton, miközben dicsérik az Urat, a szemük láttára az ellenségeik ki fogják írtani egyik a másikát. Oké. Okay.